A Szeged Egyetemi közönségnek tetszett az előadás. Sokan azt mondták, arra voltak kíváncsiak, a szabadkaiak hogyan készítették el ezt a már sokszor feldolgozott örökérvényű klasszikust. Nagyon tetszik. Aranyos, kedves, jókedvű, lendületes. Már láttam tévébe, de ez teljesen más. A Schneider Mátyást alakító Cserny Kárpát szerint fontos az, hogy a szabadtéri színpadon is játszhatták ezt az előadást. A közönség reakciói segítették a darabot, serkentőleg hatottak a színészekre. Igazából tartottunk a tértől, nem is a maga az előadás miensége miatt, hanem a hallhatóság miatt, de hát ez a modern technika vívmányai mindent megoldanak. A Népszínház Magyar Társulata pénteken és szombaton lépett fel Szegeden. Mindkét előadás osztatlan sikert aratott. Mezei Zoltán társulatigazgató azt mondta, büszke arra, hogy egyre több olyan helyre jut el a Népszínház, ahol korábban még nem játszottak. Annak pedig külön örül, hogy a szegedi szabadtéri játékok szervezői hívták meg a társulatot. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a két meghívás egy megkeresés alapján történt. Tehát nem úgymond mi adtuk el az előadásokat nyáron, hanem mind a két színház, színpad, vagy igen, megkeresett bennünket. A sikeres szegedi vendégszereplésnek a tervek szerint jövőre folytatása lesz. Mezei Zoltán társulatigazgató elmondta, új kapcsolatokkal gazdagodtak. A szegedi szabadtéri játékok és a Népszínház vezetőségek között közös produkció ötletterve is felmerült.